19 éves vagyok, Jónás Olivernek hívnak, és a Váci Mihály ipari szakképző tanulója vagyok. Most olyan könnyű minden, szinte csak a semmit ad. A kutyákat elengedtem, és a forgószél elvitte a vihar. Én általánosban egy elég rossz gyerek voltam, vagyis hát fogalmazhatunk így, és az akkori osztályfőnököm látta meg bennem ezt a tehetséget, úgymond, és ő vitt el az első versmondó versenyemre, vele tanultam meg az eddigi amúgy a kedvenc versemet is a tőle van. A hatodikas korom óta van ez a vers szeretet. Láss az ercsodát, láss az ercsodát. Konkrét indokom nincsen, amiért jelentkeztem, szeretek verset mondani. Szeretem, hogyha az emberek meghallgatnak, hogyha kifejezhetem azokat a gondolatokat, amiket én magam nem tudnék kifejezni, ezek a versekben benne vannak és kifejeznek engem gyakorlatilag, hogy mit gondolok a világról, magamról, a körülöttem lévőkről. Angyal a magasban, böffen nincs baj, nincs haragban, senkivel, két úrba szúrják a fákon a kapucán, láss csodát, láss az ercsodát. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, folytatjuk azt a sorozatot, amelyben a 9. fehérvári versünnep 12 döntősét szólítjuk meg. A mai vendégem Jónás Olivér, a verseny harmadik helyezettje. Szervusz Olivér, örülök, hogy itt vagy velünk. Nos, ugye nagyon-nagyon érdekes volt ez a verseny. Én azt gondolom, hogy Varga Sándor álma ilyen értelemben teljesült, aki 9 esztendővel ezelőtt meghirdette, és Jézus véghez vitte ezt, hogy a fehérvári fiatalok, illetve a szűkenvet agglomerációs övezet fiatalja is megmutassák, hogy a magyar nyelv igenis él. Ebben rendkívül fontos szerepetek van, és tekintve, hogy te nem első ízben indultál a versenyen, és itt elmondtad, hogy 8 esztendeje mondasz verset, akkor beszélgessünk a versekről, hogy aztán megismerhessünk egy kicsit jobban téged. Tehát 8 esztendeje kezdett. Ki fedezte fel, ki volt az konkrétan, aki azt mondta, hogy Olivért, igen, te tehetséges vagy, hajrá. Hát, mint ahogy mondtam, az általános iskolai osztályfőnököm, Feketené Lengyel Dominika a neve, és ő volt az, aki először mondta, hogy menjünk el erre a versenyre. Ez amúgy a Széchenyi úti református általános iskola, ami ott van, ott zajlott ez a verseny, és ott első helyet értem el, ugyanezzel a Vas Albert versen 6. koromban. És hát ott nagyon megszerettem azt, hogy pozitív visszajelzéseket kaptam mindenkitől, mert ugye, mint ahogy mondtam, én nem voltam a legnyugodtabb, legjobb gyerek, aki létezik a Földön. Emiatt nagyon megszerettem. A bemutatkozásodban ugye azt mondtad, a versünnepre való jelentkezéskor minden egyes versel egy darabot szeretnél átadni magadból az embereknek. Ki az a mindenki számodra? Hiszen azt tudjuk, hogy van előéleted ilyen értelemben, fontosnak tartod a verset, ugyanakkor megmaradtál annak a ízig-vérig mai fiatal srácnak, aki általában nem mond verset, te pedig mégis megmaradtál. Hát mindenkit. Hát aki szívesen hallgat, szívesen meghallgat, aki megkér, hogy mondjak neki egy verset, vagy tehát mindenki, akárkinek mondok, és mindegy, hogy az férfi, nő, fiú, lány, fiatal, öreg, vagy idős, mindenkinek. Tehát, hogy szeretem, hogyha... Tehát Vas Alberttel kezdted. Utána ki egyengedte ilyen értelemben a versmondó pályafutásodat? Hiszen azt azért tudjuk, hogy, és ez nem negatív jelző, hogy meglehetősen öntörvényű vagy. Igen, én saját magam. Mert hát meg a szüleim. Szüleim mondták, hogy ebben jó vagyok, hogy nekik tetszik, hogyha ezt csinálom, mert szeretnek nézni, ahogy szerepelek. Meg hát én is szeretek gyakorlatilag valamennyire a figyelem középpontjába kerülni. Szóval emiatt. De amúgy én saját magam
tól indultam a következő versenyre. Tehát megvan benned az egészséges ifjúság, ezt igen. is tudjuk, és ez így van rendjén. Ugye a Váciba jársz, az ipari szakgimnáziumban, ez ugye ritkaság, sajnos mondom én, aki azért benne élek helyek közel, hogy nagyon kevesen mondanak verset. Tehát miért választottad a Vácit? Ugye ennek története van. Mert a legközelebbi szerszámkészítő szak a Váciba indult. Nagyon messze lett volna a másik iskola, ahol ugyanis szerszámkészítői szak indult volna. Tehát mindenképpen szakmát, hivatást szerettél volna, mint szerszámkészítő? Igen, abból a szempontból kifolyólag, hogy amikor elkezdtem a 9-et, akkor 0-as voltam Veszprémben, és hát akkor még nem igazán tudtam értékelni ezeket a dolgokat, hogy angolt tanulok, meg hogy jó suliba járok, meg itt tudom én. És emiatt mondtam anyáiknak, hogy nekem ez nem pálya egyelőre, szóval szeretnék egy szakmát, hogyha ne talántán úgy alakulna az életem, hogy nem is szeretnék tovább menni, akkor is meg tudjak állni a saját lábomon később. Tehát nagyon komoly terveid vannak. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy hiszen a 20. életévedet taposod, kinyílt ilyen értelemben a kultúra előtted, tehát a versek is vár rád bármelyik egyetem és főiskola, ezt ugye hangsúlyozottan mondhatom. Aztán mégis olyan terveid vannak az iskola után, amelyek egy kicsit nekem megdobogtatták a szívem, hiszen mi erről beszéltünk a versünnep vacsorán. Hogy szeretnél adott esetben az országot elhagyva is dolgozni. Beszélj erről egy kicsit. Igazából szeretnék világot látni elsősorban, és nem tartom reálisnak az itthoni egyetemeket, mindazok, rengeteg egyetemi barátom van, ismerősöm, és mindenkitől azt kapom vissza, hogy nem túl jók. Emiatt is szeretném, meg még nem is tudom pontosan, hogy mi lenne a nekem való egyetem, melyik lenne az, amit úgy igazán nagyon szívesen csinálnék. Emiatt is gondolom úgy, hogy jobb lenne még egy pár évet erre várnom, kimenni, elkezdeni dolgozni, gyűjteni egy kicsit, félretenni pénzt, hogy utána a későbbiekben, hogyha esetleg mégis úgy döntök, hogy egyetemet szeretnék, akkor... Tehát rendkívül határozott elképzeléseid vannak ilyen értelemben is a jövőről. Így van. Beszéljünk még a versekről. Amikor először jelentkeztél, már akkor feltűnt nekem, hogy rendkívül határozott vagy. Tehát nincs, és nem is lehet kétségünk afelől, hogy te tudod, hogy mit szeretnél. Ilyen vagy egyébként a köznapi létedben és a köznapi életedben? Igen, amit én elhatározok, az úgy is lesz. Az a tűzön vízen keresztül is. A barátnőd örül ennek? Jelenleg nincsen, de amúgy nem szoktak általában örülni. Igen, gondoltam. No, valamilyen formában példakép vagy az iskolában. Nem? Nem. Egyáltalán a társaid mit szólnak hozzá, hiszen ahogy az előbb elkezdtem, egy kicsit szőrmentén fogalmaztam ugyan, de tehát az furcsa, hogy a szakgimnáziumos verssel foglalkozik méghozzá ilyen szinten, mint te. Maguk a társaim büszkék rám már, ők szeretik, meg is hallgatnak nagyon szívesen, és szeretik, hogyha mondok verset, eleme maga az iskola annyira nem becsüli már a munkásságomat. Egy kicsit arról beszélünk még, hogy a szakma. Tehát amikor dönteni kényszerültél, és magad hoztad meg a döntést a szüleiddel nyilván, hogy szakmát választasz, akkor gondoltál arra, hogy ez lesz majd a hivatásod is? Vagy van más célod? Van más célom, nem az a B-terv. Nagyon, nem nagyon szeretnék abban elhelyezkedni, csak hogyha minden kötél szakad. Csak akkor. Akkor beszéljünk az A-tervről. Az tiszta és világosnak kell, hogy legyen, persze még változhat ez, hogy 20 esztendősen, vagy alig 20 esztendősen még nem igazán tudja az emberfi, hogy mit szeretne kezdeni magával, de azért nyilván gondolkodsz rajta. Gondolkozok, egyelőre még nem tudom, még tényleg csak az a tervem van meg, hogy végzek az iskolával, meg lesz az érettségim, és utána valahol elhelyezkedni, hogyha addigra nem derül ki, hogy mi az, amihez igazán lenne kedvem, valahol elhelyezkedni, ahol tudok félretenni, tudok gyűjteni. Igen. No, akkor beszéljünk a versekről. Ugye azt mondtad, hogy már az első versed is Vas Albert volt. Mi vonzott Vas Alberthez, illetve ahhoz a szellemiséghez, amit ő képvisel? Hogy gyakorlatilag 6. koromban még semmi nem vonzott
konkrétan Vas Alberthez, mert ugye akkor még annyira azért nem értettem a versnek a lényegét, meg a versenynek a lényegét, de hogy ő is egy magyar ember volt, és bújdosni kényszerült egyéb okokból kifolyólag, és ez szerintem nagyon-nagyon nem jó, hogy egy magyar embernek, tehát hogy az ország nem nyújt védelmet, hanem bújdosni kényszerül és üldözik, és hát hogy nem tudom, hogy mondjam, hogy magyar-magyarnak az ellensége. Ő fogalmaz, hiszen ezt a döntőben mondtad, amikor a bújdosó istennel beszél versben. Most már igazán nem tudom a sorsot hogyan és miképpen rendezed, de bújdosok könnyében és bánatában nem lelheted Uram kedvedet, Uram, nekünk ez a föld idegen. Ilyen értelemben tudsz azonosulni, hiszen én arra figyeltem fel a versmondásodban, hogy nagyon érted ezt a verset. Igen, értem, azért, mert nem azt mondom, hogy én nem vagyok büszke arra, hogy magyar vagyok, hanem inkább az, hogy nem szeretem magát a közösséget, vagy nem tudom, hogy mondjam. Szerintem a magyar emberek nem olyanok, nem olyan ez az ország, mint ami ennek kéne, nem olyan összetartó, nem az. Tehát, hogy minél inkább vegyünk el a másiktól, hogy nekünk jobb legyen, tapossunk át másokon, hogy nekünk jobb legyen, én ezzel sajnos nem tudok azonosulni. Igen, hát ez egy éles kritika egy fiataltól, annyi szent. Beszéljünk továbbra is a versektől. Általában mennyit foglalkozol napközben? Tehát ez nem akciószerűen teszed nyilvánvaló, hiszen nem régiben volt, január 22-én ugye emlékeztünk a Doni áttörés 75. évfordulójára, a Requiem az ének Don hőseiért című versmondó versenyt, ugye ezt a Vörösmarty Társaság szervezte, és ott is indultál, és nyertél természetesen. Tehát ezért merem állítani, hogy ez nem egyszeri alkalom, tehát nem csak versünnep, meg versmondó verseny. Jól gondolom? Igen, nem. Ahol lehet, ott oda elmegyek, és megmutatom. Milyen verseket választasz magadnak? Ugye Vas Albertről beszéltünk, tehát az a fajta megnyilatkozás, amit erdélyi nagy íróként és költőként ő megtett, az egyik oldalról vonz. És még? Hát Petőfi verset választottam még sokat, vagyis hát hármat, hogyha jól emlékszem, hogy három Igen. Petőfi verset tanultam még meg. Azon kívül, hát... Petőfihez mi vonz például? Igazából az a... Hát nem találok rá megfelelő szót, a talpra esettsége az, hogy kiáll a saját igazáért, hogy megmondja, hogy átforgatta a történetlap, vagy a történelem lapjait, és hogy mit talált oda felírva, gyakorlatilag, hogy semmit. Tehát, hogy ő se tudott azonosulni, én úgy éreztem ezzel a Magyarországgal, amit képviselt. Foglalkozz ilyen értelemben, foglalkoztat a jelenlegi helyzet, mert hogy meglepődéssel tapasztalom, hogy milyen határozottan mondod ezeket a meglehetősen éles kritikákat, amelyeket megfogalmazol. Tehát a barátaiddal is beszélgettek ilyesmiről? Igen, próbálunk, hát próbálkozunk, nyilván nem mindig ez a téma a baráti körben, de azért néha-néha előkerül. Könnyen kötsz barátságokat? Igen. Nyitott embernek tartom magamat. Verstábor. A verstábor egy különleges millió Csíkcsomortánban, hiszen most ezt már megtapasztaltad, aztán egyszer nem, és most megint ott leszel velünk. Mit ad neked a verstábor? Hát rengeteg élményt nyújt, meg nyújtott is. Rengeteg barátság köttetett ott a társaimmal, akikkel ott voltam együtt, mind a csíkcsomortáni fiatalokkal, mind az innen Fehérvárról vagy környező falukból érkező emberkékkel közös vagy szoros kapcsolatot azóta is beszélek egy-két emberrel onnan a verstáborból. Mi az, ami különlegessé teszi Erdélyt számodra? Tehát most vonatkoztassunk el, hiszen Vas Albert Erdély szülötte, az az ő otthona, adjátok vissza a hegyeimet, mint tudjuk. De azt hiszem, hogy aki egyszer arra jár és meglátogatja azokat a különleges helyeket, amelyek azért a erdélyeknek köznapiak természetesen, vagy Székelyföldön ugyanezt teszi, az soha nem fogja elfelejteni. Mi az, ami pluszt ad, amit itthon elmesélsz ebből? Hát az összetartásra. Én amikor legutóbb ott voltam, és voltunk egy fogadóban ebédelni, úgy emlékszem, és mesélt
a fogadónak a tulaja egy történetet, hogy annak a falunak a közössége, hogy milyen kulturális értéket mentett meg és újított föl a közpénzből gyakorlatilag, amit ők gyűjtöttek össze saját kezüleg, és építették újra, vagy újjá, és vásárolták vissza Erdélytől. És ez nagyon megtetszett amúgy Erdélyben, hogy amit én láttam, az volt, hogy összetartás és segítőkészség, az egymásnak a segítése. Hazatérve, elmeséled ezeket az élményeidet a társaidnak, szüleidnek? Természetesen nem. És mi az, ami még megragad? Tehát hogyan tudnád meginvitálni és megfogalmazni azt, amit még pluszban ad? Hiszen ez egy óriási lehetőség, nyilván a verstábor adja. De gondolsz-e arra, hogy adott esetben a későbbiekben visszatérj, nem is vertáborosan, hanem csak úgy magadban, hogy azt mondod, hogy Jónás Olivér, én most akkor kimegyek, és a magam kedvére. Igen, mindenképpen, mert gyönyörű is volt egyrészt, másrészt kint is lettek úgymond barátaim, vagy hát ismerőseim, akiket igazából nagyon szívesen meglátogatnék már. Meg hát úgy mondom, tényleg nagyon szép volt, tehát hogy bármikor kirándulni, vagy tényleg elmenni egy nyaralni, vagy bármi ilyesmi, ilyenre bármikor kimennék újra. Még egy kicsit térjünk vissza a versünnepre. Amikor először jelentkeztél, akkor nyilván új volt most minden. Most ugye ott a döntőben azért az a lehetőség megvan, hogy a Vörösmarty Színház művészei segítsenek benneteket mentorként. Most Juhász Illés jutott neked. Juhász Illés egy kicsit felnőttben, bár már te is felnőtt vagy, de olyan, mint te. Milyen egy színésszel együtt dolgozni? Mi az, amit megtanulhatsz tőle? Hát igazából rengeteg mindent meg lehet tőlük tanulni, hogyha figyel rájuk az ember. Most, hogyha csak a versekről beszélünk, akkor azt, hogy a hangsúlyokat, a szüneteket, hogy mekkora szüneteket tartsunk, vagy az arcjátékot, ilyeneket, meg hát nagyon jó élményeket szerez az ember, mikor így együtt dolgozik egy színésszel. Nagyon például Juhász Illés művész úr nagyon barátságos volt, és szórakoztató ment, hogy vicces volt, rengeteget röhögtünk. Jó volt az együtt töltött kevés idő, sajnos. Milyenek a hétköznapjaid? Beszéljünk egy kicsit a hét. Hát az iskola önmagában. De ilyenkor húzós, ugye? Hát az utolsó esztendő. Nem az utolsó. Még nem? Még egy éve van. Ja, még egy éved van tényleg. Na, a hétköznapok, igen. Igazából semmi különöset nem csinálok. Szerintem egy teljesen átlagos hétköznapjaim vannak. Reggel felkelek, elmegyek iskolába, hazaérek, pihenek kicsit, elmegyek edzésre. Azokon a napokon, amikor van, találkozok a barátaimmal. Edzés? Edzés, kravmagázok. Hogy választottad ezt? Szeretem a harcművészeteket, küzdősportot. Igen. Mindent? Igen, az összeset. És hogy, ugye ez rendbe teszi a lelket, fizikailag, mentálisan is. Igen. Tisztaságra, fegyelemre szoktat és nevel. Erre szükség van, mit gondolsz? Nekem, vagy igen, úgy átlagosan? Úgy, hát, átlagosan is kérdezem, nyilván. Átlagosan én mindenkinek tanácsolom, hogy menjen el, mert ott megtanulja, hogy csak hogy magára számíthat az ember. Tehát, hogy nem minden esetben lesz ott valaki mellette, aki fogja a kezét és egyengeti az útját, hanem hogy tényleg, hogyha elkerül valaki a nagyvilágba, szülő mindenki nélkül, barátok nélkül, akkor ő csak magára számíthat, és ez szerintem egy nagyon nagy pluszt ad az egészben. Kellett, hogy használd már ezt a fajta mentalitást, tehát azt, amit fizikálisan tanultál, azt, hogy visszafogd magad egy olyan értelemben veszélyes helyzetben, amikor kitörne belőled. Igen, meg már sajnos használtam is, mert hát muszáj volt. De a legutolsó utáni lehetőség az, amikor én bármilyen tudást felhasználok valaki ellen. Mármint ilyen értelemben, hogy fizikálisan inkább ráhagyom és arrébb megyek, hogy... Értem, legyen. Világos. No, ugye a versekről beszéltünk, eljutottunk mindaddig, hogy egyelőre még nincs jövőképed. De ha elképzeled magad mondjuk 5 esztendő múltán, akkor milyen Jónás Olivért látsz magad előtt? Nem tudom.
nagyon sok tervem van, mármint, hogy ilyen kusza tervek, egymáshoz teljesen nem kapcsolódó tervek, amiket most úgy látom, hogy szívesen csinálnék. Például szeretem az embereket, én nagyon szívesen lennék pszichológus. Szeretek velük beszélgetni, szeretek foglalkozni az emberekkel. Nyitott vagyok, ugye ez szerintem egy nagyon jó tulajdonság ebben a szakmában, vagy nem tudom, hogy mondjam, mert meghallgatom, hogyha esetleg volt nekem is benne tapasztalatom, vagy tudok rá valamit mondani, akkor adok tanácsot. Ilyenek, szóval a pszichológus az egy nagyon nagy álom nekem, hogy az összejöjjön. Hát ezért. Még? Hát még az újságíró az, ami nálam befutó, meg esetleg a riporter. Tehát mindenképpen emberekkel akarok foglalkozni, katonaság, tehát emberek körül szeretnék lenni, emberek közegében. Észleltem, hogy a világ sorsa kifejezetten érdekel. Ez nagyon jó dolog egyébként, a te korosztályod általában nem ilyen. Ezt nem bántásból mondom feléjük, de azon felül, hogy a te sorsodon keresztül tekintesz ki a közéletre, azon felül mi az, ami még foglalkoztat ezen belül? Hiszen nagyon széles a spektrum. Ugye beszéltél a pszichológiáról, az újságírásról, a riporterségről, de mi a katonaságról, mi az, ami a köznapi életben is megragad? Tehát, hogy mégy az utcán, mire kell, hogy figyelj, mire figyelsz? Társaidra, önmagadra, öregekre, fiatalokra? Hát ugye a környezetemre, mindenkire, magamra, hogyha esetleg valaki bajban van, megpróbálok neki segíteni. Tehát ezek ilyen alapemberi gesztusok, hogyha a busz tele van, és látom, hogy felszel egy idős hölgy, és nincs hely, akkor felállok, és átadom a helyemet. Ezek teljesen alapemberi gesztusok szerintem, amit mindenkinek alkalmaznia kéne. Tudsz hatni a környezetedre? Szerintem igen, de próbálok, szeretném hallani. Próbálok, igen, tudok. Rajta vagyok mindig. A barátaid elfogadták, hogy a tiéd a vezérszerep ilyen értelemben? Nem úgy vagyok vezérszerep, hogy tehát egy barátságba, kapcsolatba nem működik az, hogy most én megmondok valamit, és akkor az úgy lesz. Hogyha a barátomnak más véleménye van róla, akkor ő is elmondja a véleményét, én is, és megpróbálunk találni egy arany középutat, hogy melyik lenne a legjobb, vagy belátja ő, vagy én, hogy igen, neki igaza van. Tehát, hogyha valaki másnak igaza van, attól függetlenül én ezt belátom, csak nehezen. Igen. Július 27-én már itt van előttünk, nem olyan távoli jövőben, a verstábor Kubik Annával, Ráczkevei Annával, Heitzinger Mika, Török Máté, tehát a Misztrál, ott vannak a beszédtanárok, a néptánctanárok, és egy csoda csapat. Milyen lesz az idei tábor szerinted? Hát remélem, hogy nagyon jó és élvezetes, és rengeteg jó élménnyel fogok hazajönni. Jó, hát akkor én azt kívánom, hogy először is minden álmod teljesüljön. Én azért bizonyos értelemben elfogult vagyok, a magyar szemmel nézem Magyarországot, tehát én azt gondolom, hogy talán az lenne a jó, ha itt tudnád megteremteni magadnak, és végrehajtani mindazt, amit megálmodtál önmagadnak. Ennél jobbat nem tudok kívánni. És köszönjük, hogy itt voltál. Számomra egyébként, aki a zsűriben ültem, meglepődve tapasztaltam. Ugye a képességeidet tudtuk, de eddig ingadozó volt a teljesítményed, hiszen ezt tudjuk, és most ez az idei év, ez nagyszerűen sikerült, úgyhogy ezúton is gratulálok. Köszönöm, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm. Kedves nézőink, Jónás Olivér volt a vendégem abban a sorozatban, amelyben a 9. versünnep döntőseit mutatjuk be. Maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok, viszontlátásra!